Az ajurvéda a világ tradicionális orvoslásának a része. A hagyomány szerint 5000 évvel ezelőtt írták le, de valójában az emberiség történetével egyidős. Az ajurvéda segítségével gyógyítani, betegséget megelőzni és hosszú távon gondozni is lehet, hiszen olyan hatékony módszereket tartalmaz, amit akár a mai orvoslásban is használunk. A művelői szerint isteni kinyilatkoztatás, ami azt jelenti, hogy úgy kaptuk a világ rendjének magyarázatához, mint ahogyan egy műszaki eszközt, ha megvásárolunk, akkor ahhoz kapunk egy használati utasítást. Az ajurvéda egy ősi, de ma is modern gyógyászati rendszer, amelyet egyébként a tudomány álláspontja szerint időszámításunk előtt 300-ban már görögre lefordítottak, és időszámítás után néhány száz évvel pedig kínaira, tibetire, majd perzsára és arabra is. És így észrevétlenül beszivárgott a mi általunk is ismert orvoslásba, az orvostörténetbe, és nagyon sok módszere ma is élőként működik. Számtalan olyan módszere van, amelyet a mai orvostudomány is hasonlóan alkalmaz, mint ahogy több ezer évvel ezelőtt tették, akár még sebészeti módszer is, hiszen például koponyát tudtak trepanálni, vagy bizonyos pótlóműtéteket ma is ugyanazzal a módszertannal végeznek, ahogyan több ezer évvel ezelőtt tették. Egy olyan ajurvédikus központot szeretnénk létrehozni, ahol ez az integrált gyógyászat, tehát az ősi egy modern környezetben és modern szemléletmóddal tud működni, és egy integrált medicina tud létrejönni. Maga az ajurvéda az igényli ezt a nyugodt természeti környezetet, amit itt megtalálunk. Krisna-völgyi kulturális központhoz egész közel vagyunk, és az energiája, a sugárzása itt van ezen a területen. Az ajurvéda olyan komplex rendszer, amelynek a kiinduló pontja az ember életszemlélete, és ez az életszemlélet, ha egészséges, akkor minden viselkedése, minden magatartása az embernek egészséges tud lenni, és ehhez igazítja az életmódját, szokásait, és ebből fejlődik ki az egészsége vagy a betegsége. Ezért a ajurvéda gyógyításának is egyik központi eleme, gondolata, hogy az ember az életét rendezze abba az irányba, amelyből a legjobb életmód tud kijönni. Semmi módon nem akarja az ajurvéda megerőszakolni a természetet, ahogyan a mai orvoslás teszi az különböző gyógyszerekkel, hanem inkább megpróbál ahhoz igazodni, megpróbálja a legjobbat kihozni az emberi test működéséből, és ehhez természetes eszközöket, anyagokat, fizikális módszereket, diétát, mozgásprogramot, mint például a teljes jóga rendszere alkalmaz. Ezek segítségével éri el azt, hogy abból a helyzetből, amit az ember létrehozott a gondolkodása és az életmódja segítségével, abból hogyan lehet a legjobb egészséget faragni. Az ajurvéda kezelések kicsit abban különböznek a többitől, hogy egy kicsit holisztikusabbak,
jobban fókuszálunk az egyénre, az emberre, érzelmekre is, minőségekre. Kezelések során finom olajakat használunk, ezek általában szezámolaj alapúak, gyógynövényekkel főzöttek, tejjel, és az a céljuk, hogy a bőrön keresztül beszívódjanak mélyen a testbe, ott kifejtsék gyógyító hatásukat, és mivel az ajurvéda kezelések, a pancsakarma kezelések, az a célja, hogy ezeket a szennyeződéseket, amik a testben vannak, ez az olaj megpróbálja eltávolítani. Az ajurvéda egy komplex gyógyászati rendszer, amit egyetemeken oktatnak Indiában, és ugyanolyan területei vannak, mint a mai nyugati orvoslásnak, hiszen van belgyógyászata, sebészete, gyerekgyógyászata, nőgyógyászata, toxikológiája és gyógyszertana. És ezért az ajurvédikus rendszert igen magas szinten művelik azok, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, mind a keleti, mind pedig a nyugati orvoslásban. Mi egy ilyen komplex gyógyítást szeretnénk itt létrehozni, hiszen itt van a közelben, ami az életszemléletet leginkább garantálni tudja, Krisna-völgyi kulturális központ, és minden töltődés és magyarázat megvan ahhoz, hogy az ember a legjobbat hozza ki az életéből, és meg lesz az az orvostudományi oldalról való szemlélet is, ami ahhoz kell, hogy az ember a ajurvédikus kezeléseket a szokásos diagnosztikához, terápiás megoldásokhoz igazítsa, kiegészítésként, vagy esetleg bizonyos esetekben azok alternatívájaként. Az ajurvéda a természetes eszközöket igen változatosan és egyénre szabottan használja, és ezeket a módszereket szakemberek végzik, akik mind a masszázsban, mind a fizioterápiában, vagy a konyhatechnikában nagyon jártasak. A mi központunk talán abban fog különbözni a többi Magyarországon és Európában egyre gyakrabban megjelenő központoktól, hogy nem asszisztensi szinten műveljük majd az ajurvédát, tehát nem csupán arról lesz szó, hogy fogyasztásra, vagy úgynevezett pancsakarmára sémaszerűen bárki részt vehet, hanem lesz egy orvosi vizsgálat, egy egyéni tipizálás, a problémák felmérése, és arra egyénre szabottan alakítunk ki majd kezeléseket, figyelembe véve a nyugati kezelését, és figyelembe véve azt is, hogy a természetgyógyászat egyéb ágaival, mint például a manuális medicina, hazai gyógynövények, vagy európai dietetikai ajánlások, hogyan lehet a leghatékonyabban kombinációt, integrált gyógyászatot alkalmazni. Nagyon régóta foglalkozom már ajurvédával, úgyhogy bátran ajánlhatom mindenkinek. Nekem ez az életem, ebbe dolgozom, naponta használom ajurvédikus fűszereket, olajokat, saját magamnak is végzek kisebb masszázsokat, tehát ez egy nagyon szuper jó dolog. Jöjjenek és próbálják ki. Rádi Resort 2016-ban nyitotta meg kapuit. Ez Krisna-völgy szomszédságban indítottuk el ezt a projektet. Főleg olyan vendégeket, jogacsoportokat várunk Rádi Resortban, akiket vonz a Krisna-völgyben bemutatott életmód, illetve kultúra. Krisna-völgy a védikus szentírásokon alapuló kultúrát mutatja be. Nagyon sok vendég érkezett, és szerettünk volna egy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani az ide érkező vendégeknek. Különlegessége Rádi Resortnak, hogy szigorúan laktóvegetáriánus, illetve vegán menüt szolgálunk fel az ide érkezőknek. A szolgáltatásainkat a vendégeink igényei alapján alakítjuk, tehát próbáljuk a vendégek igényeit kielégíteni.
És itt jött fel az ötlet, hogy együttműködjünk Tamasi doktorral, és létrehozzunk a Rádi Resortnak a főépületében egy ajurvédikus kezelőt, és hát sok szeretettel várjuk az ide érkező vendégeket. Az ajurvéda tehát egy több ezer éves rendszere a gyógyászatnak, amely ma is az egyik legteljesebb megoldást kínálja a krónikus betegségek kezelésére.